Besúgók, leszámolások, párton belüli sorosizmus és Simicska rántott húsa a szaszi nejlon zacskójában. Ezek a témák tartják izgalomban a magyar nyilvánosság Jobbik iránt érdeklődő részét. Ez lesz a következő témánk. Nekem mindenem lázad az ellen. Én egy magyar hazafi vagyok, én egy tisztességes magyar embernek tartom magam, és a pártunkon belül is tisztességes magyar emberek vannak. Brutális a különbség a Jobbik meghirdetett politikája, választási programja, vagy akár a szeptember 29-i kongresszuson elfogadott kiáltvány tartalma és a valóság között. Vendégem pedig Jakab Péter, nemzeti ellenálló. Ezt kért, hogy így mutassam be, Jobbikos országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok! Üdvözlöm itt a stúdióban, és köszönjük, hogy véget ért a bojkott az Echo TV ellen, hiszen nem jöttek hozzánk. Hát nézd, én több mint két éve vagyok most már ugye a Jobbik szóvivője. Nem is emlékszem arra, hogy egyébként hívtak volna. De a Mészáros TV-be ugye a közönségszerint a Stróman TV-nek szokták ugye ezt emlegetni. Mindegy, más kérdés. Tény, hogy én nem tudtam még eljönni önökhöz, nem hívtak, de volt már olyan, aki itt a stúdióban megemlítette engem, például Bájer Zsolt emlékeim szerint. Emlékszem arra, amikor az első parlamenti felszólalásomat megejtettem a tisztelt házban, én ugye azt mondtam, hogy ennyi bűnöző előtt még életemben nem beszéltem, és akkor Bájer Zsolt vette a bátorságot, és itt az Echo TV-ben azt mondta rólam, idézem, és ha lesznek ivadékai, azoknak lesz örök szégyene, hogy ilyen kis ótva rohadék volt a felmenőjük, mondta Bájer Zsolt. Hozzátéve, hogy én egy kis gazember vagyok, aki nem fog majd mély nyomot hagyni maga után. Most is olvajoztak másként. Én látom, hogy a magyar kormánynál az ilyen gondolatok most nívódíjat érnek, hiszen önök egy nívódíjas tévé, de azért engedjék meg, hogy ha már itt vagyok végre, akkor stílszerűen itt reagáljak, és egy kis helyreigazítást eszközöljek. A nívódíjat azért kaptuk, mert ő nem mondhatja. Bájer Zsolt vonatkozásában, úgyhogy nem tudom, melyik kamera vesz, úgy látom az egyes. Egy kedves Zsolt, szeretnélek tájékoztatni, hogy ivadékaim nincsenek, gyermekeim vannak, nálunk Borsodban így hívják, három kisfiam van, és tudod Zsolt, mind a hármat arra nevelem, hogy lopni bűn, kivált kép az ország vezetőinek, legyenek oly mély nyomot hagyó gazemberek is. Úgyhogy arra kérlek, kedves Zsolt, hogy kérj elnézést a tahóságod miatt, hogy ne legyen, ne maradjon szálka se benned, se bennem, hiszen ugye gyakran jársz Miskolcra, mifelénk, és jó lenne úgy találkozni, hogy tisztán tudjunk egymás szemébe nézni. De van itt más is, hiszen ugye a választásokat megelőző időszakban önök végig hazudták, mondjuk úgy, hogy az elmúlt másfél-két évet teljesen világos volt, hogy amit mondanak, az nem igaz, hogy Gyurcsány Ferencet idézem itt az Echo TV-ben. Képviselő, egyik, de nem menjünk ebbe, hazugságú. Meghívtuk önt. Nézze, én két évet vártam, hogy meghívjanak, most két perc türelmet kérek, nyilván meg is fogom kapni, mert kiharcolom magam. Volner János frontális támadást indított önökkel. Önök azt hazudták, mondták, hogy nagyon nagy a különbség a Jobbik politikája. Önök azt hazudták a választásokat megelőzni, nagyon sok mindent hazudtak a Jobbikról. Többek önök, között azt is hazudták önök a állításai nem állják ki a valóságnak ez a próbáját. Ez a tűnik, hogy tiszteletlenek vagyunk a nem vendéggel. Vagyok tisztelet, nem én kezdtem képviselni. Legyen toleráns, kérem, mi is toleránsak voltunk. Hagytuk, hogy önnek, ön belemondjon itt egy kiáltványt a stúdióba. Na tehát, Szabó Balázs, a Jobbik elnök, Szekszárd elnöke azt mondta, hogy mellett, meg hogy a szürke farkasodnak a tagja, meg ki tudja még mindent hazudgáltak itt össze-vissza, aztán jön a bíróság ítélet, helyreigazítás, ami többek között, most itt a magyar időket fogom idézni, 2018. január 26-án megjelent Allah mellett tett hitet a Jobbik elnöke című cikkünkben, valótlanul állítottuk, hogy Vona Gábor törökországi körútja során többször összefutott a szürke farkasok nevű terrorszervezet. Egy remek hangfelvétel készült. Valótlanul híreszteltük, reméljük, hogy a bíróság nem hazudik ön szerint, valótlanul híreszteltük, hogy a szürke farkasok nevű terrorszervezet választotta, ön szerint mi egy cég vagyunk a magyar időkkel? És valótlanul állítottuk, hogy Vona Gábor egy törökországi előadása során hitet tett Allah mellett. Ön szerint mi egy cég vagyunk a magyar időkkel? Úgy tűnik, mert amit a Magyar Idők reggel megír, azt önök az esti híradóban közé teszik, ezt ide teszem. Ide, legyen szíves, viselkedj. Természetesen viselkedek, ez csak egy mementója legyen, szerkesztő. Figyeljen ide, hogy hazudni bűn. És ezt most nekem hazudni, mondja, hogy én szerint én nagyon sokszor ön azt gondolja, hogy én hazudok. Nagyon sokszor hivatkozik a 10 parancsolat, én az Echo TV-nek üzenem, hogy hazudni bűn. És akkor térjünk át a mai témára, nyugodtan. Volner János elindította a frontális támadását, azt mondja, hogy gyakorlatilag
az önök állításai, hát hogy mondjam, nem állják ki a valóság próbáját önök. Végig tagadták, hogy Simicska Lajos pénzeli önöket, ehhez képest... Így van, mert a Fidesz pénzelte Simicska Lajos éveken keresztül, hogy emlékeztetünk rá... Simicska Lajos, tehát ma kiderült, tehát önök tagadták ezt. Még számlát sem nagyon talált egyébként a hírtévé híjeztet. Belsős források erősítették meg, hogy Azt mondja Szabó Balázs, hogy ő személyesen is vett át olyan pénzt, amely Simicska Lajostól származott, aztán adományként visszafizette a párt kasszájába. Hát Szabó Balázs most megdolgozik a Fideszes Zsoldért, ennyi történik semmi több. Ugye Szabó Balázs azt is állította, hogy ő a hatházi ügyekkel kapcsolatban nem tarthatott sajtótájékoztatót. Így aztán van, a sajtóosztály küldi nekem az e-maileket, hogy hát Péter, hát itt van a meg annyi központilag kiküldött sajtó meghívó, hogy Szabó Balázs sajtótájékoztatót tart a hatházi ügyekkel kapcsolatban. Maradjunk annyiban, hogy úgy tűnik, hogy van, akit a NER bekebelez, sikeresen bekebelez, nekik jó utat kívánok a nemzeti. Nem válaszolt a kérdésre. Dehogy nem. Mi pedig lebontjuk a nemzeti együttműködés rendszerét. Nem válaszolt arra a kérdésre, hogy... Tegye föl. Miért alkalmazták azt a módszert, hogy Simicska Lajos által átadott pénzt pártagokon, barátok által visszafizetik a pártkasszába támogatásként. Lelkovics úr, tehát amikor itt volt önnél egy 17 éves fiatalember, ön mindenféle nyelvtani szabályokkal jött elő, megértelmezési kérdéseket. Van válasz erre a kérdésre? A szöveget. Tehát, van válasz erre a kérdésre, képviselő? Már a kérdésében is hazudik. Tehát azért kezdtem ezzel a performanszal a mai adást. Szabó Balázs mondja ezt, nem én mondom. Én azt kérem önt, mondtam, hogy mondja el az önök, de akkor ezek szerint Szabó Balázs nem mond igazat. Természetesen a jogi lépéseket, mi minden egyes hazugság esetében ebben az esetben is a pártigazgató meg fogja tenni. Ez a válaszom a kérdésére. Ilyet a következő. Na jó, azt mondja Volnár János, hogy egy értékválság van a párton belül, ugye kilépett, vagy kizárták őt is, Apáti képviselő úr is ment utána, Fülöp Eriki a pártot is ott hagyta. Önök egykor azzal hívták fel, hogy az egyik sikeres akciójuk az volt, hogy Soros György tevékenységére felhívták a figyelmet. Most pedig úgy tűnik, hogy Soros Györgyhöz közel álló emberek ott vannak a párt soraiban. Kire gondol? Mi a magyarázat erre? Kire gondol, szerkesztő úr? Például Teplán Istvánra. Bocsát, Teplán István, ő 2013. január 1-től miniszteri megbízottja az Orbán kormánynak. Akkor ezek szerint, hát akkor tisztázzuk, hogyha a Teplán István Soros György embere, akkor a Soros hálózat befészkelte magát az Orbán kormány köreibe. Hát ez veszélyes, hogyha a szlogent akarom idézni. Tehát ezek szerint van kapcsolatuk Teplán Istvánnal, vagy nincsen? Nézze, hál' Isten bűnözőkkel nincs kapcsolatunk. Ehhez képest egy fénykép bizonyítja azt, hogy a legutóbbi Jobbik kongresszuson ott ült. Én nagyon-nagyon örülök neki, hogy mondjuk nem Magyar Róbert, a Fekete Sereg vezetője ült azon a kongresszuson, mert ugye Orbán Viktor meg ilyen emberekkel szokott ott ült, vagy nem ült ott képviselő. 2017 novemberében volt egy béruniós konferencia. Lehet, hogy ő jól meg van fizetve, de az átlag magyar az nagyon nincs jól megfizetve, és ezért fontosnak tartottuk felhívni az európai közvélemény figyelmét arra, hogy Magyarországon bérválság van, hogy a szlovák, a lengyel, a cseh ezen is ott voltak, ugye azt mondja Volnár János, és ehhez képest ott megjelentek szakértők, egyébként Volnár János tudtába, hiszen ő volt az alelnök nyilván, tudott róla, Torockai László is alelnök volt, ő is tudott nyilván róla, és ott szakemberek véleményét kérdeztük meg, lehet, hogy furcsa, de mi szakemberek véleményét szoktuk megkérdezni arról, hogy hogyan nem találtak alkalmasabb szakembereket, mint a CEU alapítóját? Mondja, neveket sorolja. Hát én kérdezem. Én azt gondolom, találtak-e ennél? Nem találtak ilyen alkalmasabb szakértőt. Mi nem azt nézzük, hogy most ki Soros, tehát ez az önöknek a önök mániája, hogy Soros. Mi meg azt nézzük, hogy a magyar embereknek legyen több pénz. Én nagyon sajnálom, de jöjjön el akkor velem Borsodba, most akkor néhány évvel ezelőtt. Mondja el az embereknek, hogy Soros György miatt nem nőnek a bérek. Én azt látom, hogy Orbán Viktor az, aki például szaudi befektetők előtt azzal kérkedett és azzal hirdette Magyarországot, hogy tessék hozzánk jönni befektetni, mert nálunk a minőségéhez képest feltűnően olcsó a munkaerő, mint a rabszolgapiacon. Soros György mondta Orbán Viktornak, hogy rabszolgaként kell értékesíteni a magyar embereket. Ezt Orbán Viktor megtette saját maga is, szégyen ránézve, ezért nem méltó arra, hogy ezt akkor elismeri, hogy volt kapcsolatuk Teplán Istvánnal, szakértőként dolgozott önöknek, volt a párt és közte kapcsolat. Tehát Teplán István egy bűnöző? Most komolyan kérdezem. Válaszoljon a kérdésemre. Tisztességes ember, tisztességes szakember, hogyha megkeresi a Jobbikot, akkor egyébként abban az időszakban Dúró Dórához továbbítottuk ezeket a szakértőket, hogy ő aztán majd döntse, hogy integrálni lehet-e őt a Jobbik szellemi holdudvarába. Akkor miért mondták azt, hogy döntött, hogy integrálni lehet a szellemi holdudvarába? Most ön elismeri, hogy tudtak erről, többen is tudtak róla. Akkor miért mondták azt, hogy nincs kapcsolat önök között? Tehát ha már itt az igaz, önnek fontos dolog az igazmondás, akkor miért mondták azt, hogy nincs kapcsolat? Tehát Teplán István 2017 novemberében megjelent egy béruniós konferencián. Ez bűn, könyörgöm, ez bűn Magyarországon. Az a bűn, hogy azt mondták, hogy nincsen kapcsolat önök között.
ez jelen pillanatban, szakmai kapcsolat nincs, emberi kapcsolatok azok természetesen lehetnek. De akkor miért mondták azt, hogy nincs kapcsolat a párt és Teplán István között? Ezért tudunk ugorni a következő témára? Hát én érzem, hogy kellemetlen önnek, mert hogy érzem, hogy nincsenek nem nagyon válaszok. Én nem vagyok Soros ügynök, uram, tehát Orbán Viktort neveltek is Soros György. Most Soros Orbán kérdésről Viktor. Beszélünk, hanem arról, hogy önök igazat mondanak, vagy nem mondanak most mi a igazat. Probléma a Teplán Istvánnal, aki miniszteri megint? A Teplán Istvánnal van, nem Teplán, azzal van problémán, hogy önök a választóikkal kötnek, mint párt, a választóikkal kötnek egy szövetséget. Ez a szövetség, ez arról szól, hogy önök igazat mondanak. A választók pedig leadják a szavazatokat. Amikor önök megszegik ezt és nem mondanak igazat, akkor megszegik a választókkal kötött egyességet. Megint hazudik. Tehát nyilván a hiteles tájékoztatás meg az... De politológia nulladik lecke, ezt úgy hívják. Hát mi hazugság? Deák Dániel tanulta a politológiát, mert ő is... Deák Dániel 30 éve fiatalabb, nem nehéz lett volna tőle tanulnom. Ajánlom, hogy ne is tegye. Na, tehát akkor még egyszer. Yeah. Azt mondják, hogy önök balra tolják a pártot. Miért tolják balra a pártot, képviselő? Nem toljuk balra a pártot. Tehát már a kérdésében egy állítás fogalmaz meg. Volner János igaz. Állítja, hogy a jelenlegi pártvezetés Jobbik kongresszusa feltette, vagy elfogadott egy kiáltványt, a Nemzeti Ellenállás kiáltványát, ami egy nagyon kemény irányt jelöl ki a Jobbik számára. Ez az irány arról szól, hogy nem hajtunk fejet se az Orbán rezsim előtt, se az Orbán szolgák előtt, még itt az Echo TV-ben sem, hanem küzdünk egy szabad, igazságos és biztonságos Magyarországért, mert nyilván szerkesztő úr is két teplánozás között felteszi azt a kérdést, hogy szabad-e az az ország, ahol a miniszterelnök március 15-én megfenyeget mindenkit, mindenféle jogi meg politikai elégtételével. Én bennem egy teljesen más kérdés fogalmazódott. Igazságos-e az az ország? A másik kérdés, hogy lesznek-e elegen önök ehhez a bizonyos nemzeti ellenálláshoz, mert nem úgy tűnik. Igazságos-e az az ország, ahol az ön kenyíradó gazdája Mészáros Lőrincnek a 20 másodperce értékesebb, mint egy borsodi ápolónőnek az egyhavi munkája. Nyilván Mészáros Lőrinc elveszi az emberektől a pénzt, nem jut kórházakra, nem jut iskolákra, és oda megy, és egyesével egy revolvert szorít mindenkinek a fejéhez, hogy adják oda a pénzt. Miről beszél, képviselő? Nem Mészáros Lőrinc, hogy elveszi a pénzt a magyar emberektől, miközben azt a pénzt a kórházakra is lehetne fordítani. Na tehát lesznek elegen ahhoz, hogy meglegyen ez a nemzeti ellenállás, vagy nem? Bőségesen leszünk így jár. Felír, fele a népszerűségük annak, mint amit 2014-ben volt. Köszönöm, hogy eljött. Remélem máskor is lesz szerencsénk itt a stúdióban. Igyekszem eljön. Ez volt a Napi Aktuális, önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap este is én várom önöket, viszontlátásra.